Az országban jelenleg 150 ezer megváltozott munkaképességű ember tud folyamatosan dolgozni. Legalább ugyanennyien lennének viszont azok, akik bár szeretnének, egyelőre nem tudnak hol elhelyezkedni. Ezen segít az a 200 millió forintos pályázati rendszer, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára Szekszárdon jelentett be. Olyan szervezeteknek áll nyitva, akik azt a küldetést választották, hogy a munkaerőpiac és a fogyatékos ember között egyfajta hidat képeznek. Ők azok, akik a szolgáltatásaikkal, tanácsadásaikkal, egyéni segítésükkel megpróbálják a fogyatékossággal élő embereket elvezetni a munkavilágába. A pályázat bejelentésének a helyszíne nem véletlenül esett Szekszárdra. A Tolnai megyeszékhelyen ugyanis évente 400 millió forintot költenek a szociális ellátórendszerre, ebből pedig jelentős forrás jut a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának segítésére is. Elsősorban az a célunk nekünk is, és ebben azt gondolom, hogy közösek az érdekeink a magyar kormánnyal és az EMMI-vel, államtitkársággal, hogy a megváltozott munkaképességűek esetében például olyan projekteket találjunk ki, amiben valós munkát tudnak végezni, és úgy érzik, hogy hasznos tagjai a társadalomnak. Ezt természetesen a város egyedül nem tudja megoldani. Szükség van együttműködő partnerekre, mint a Szekszárdon működő civil szervezetek. Az EMMI által elindított 200 millió forintos pályázati rendszere október 31-éig pályázhatnak a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő szervezetek.